Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ha péntek, akkor szokásosan videóelemzés. Ezúttal egy médiapolitikai vagy belpolitikai témát hoztam, ez pedig a 444 nevű soros blog külföldről finanszírozott sajtótermék ügye kérdésköre, hiszen az elmúlt napokban egy zaklatási botrány robbant ki a portálnál, emellett többen vezető munkatársak is felmondtak. Tehát érdemes foglalkozni ezzel a témával, érdemes foglalkozni ezzel az üggyel, érdemes megnézni azt, hogy mi lehet a háttérben, mi az, ami ide vezetett, és egyébként arról is egy kicsit beszéljünk, hogy mégis milyen szerepet játszott a külföldi beavatkozási kísérletben, a külföldi beavatkozási formulákban ez az internetes portál. Tehát kezdjük is az elején, nézzük meg, hogy pontosan mikor is jött létre a 444.hu, milyen folyamatok, milyen támogatások, milyen összegek érkeztek ehhez a sajtótermékhez. Pár héttel ezelőtt egy média szuverenitás nevű hosszú tanulmányt készítettünk a 21. század intézetnél. Ebben végigvettük azokat a külföldről finanszírozott sajtótermékeket, amelyek Magyarországon működnek, és megnéztük ezeknek a hátterét, megnéztük azt, hogy mégis honnan érkeznek források ezekhez a sajtótermékekhez. Természetesen külön vizsgáltuk, külön fejezetben vizsgáltuk a 444 nevű portált is, amely 10 évvel ezelőtt, 2013 áprilisában indult el, és nagyon hamar a baliberális oldalnak az egyik legmeghatározóbb sajtótermékévé vált, tehát az egyik legfontosabb baliberális sajtótermék lett gyakorlatilag az indulásának a pillanatában. És a 2014-es parlamenti választása már külön mobil applikációt fejlesztettek ki annak érdekében, hogy az ottani választásra gyakorlatilag mozgósítsák, aktivizálják a balliberális szavazókat. És ez a mobil applikáció, hát hogy nem, a Soros György érdekkörébe tartozó Open Society Institute 50 ezer dolláros támogatásával, tehát nagyjából 18 millió forintos támogatásából valósult meg. De 2014 májusában már azt is közölték, hogy 20%-os tulajdonrészt szerzett a cégben a Digital News Ventures nevű amerikai befektetési alap, amely üzleti együttműködései révén a Soros Györggyel is kapcsolatban álló Media Development Investment Fund részeként működik, és ebből kifolyólag a cégnek az igazgató tanácsában 2 külföldi tag is megtalálható. Tehát a 444 körül már az alapítása után közvetlenül megjelentek ugye a nemzetközi alapítványok és a befektetési alapítványok tulajdonrészesei, és ezeknek a támogatása által közvetetten ugye ott van a külföldi érdekeltség, és ez a külföldi érdekeltség mind a mai napig jellemzi a 444.hu-nak a működését, és azóta igazából egyre inkább növekszik, tehát a megalakulása óta egyre inkább növekszik a külföldi befolyás, a külföldi érdekeltség a 444.hu-nál. A 444 impresszuma szerint például a videós tartalmak előállításához 2018 óta az OAK Foundation járul hozzá, de 2019 óta a Német Zöldeknek a pártalapítványa is finanszírozza ezt az internetes portált, sőt a legutóbbi időben 2020 óta a magukat ugye jogállamiságnak nevező tartalmak készítését is támogatják ezeken a különféle külföldi NGO-kon keresztül. És hát 2021. októberében jelentették be, hogy az Európai Bizottság támogatásával és a francia AFP hírügynökséggel együttműködve úgynevezett tényellenőrző portált indítanak, ugye mi a Lakmus. Tehát mindezek fényében nem meglepő, hogy a portál az indulása óta mind a mai napig a globalista baloldal egyik legfontosabb szócsövének számít. Így emlékszünk rá, hogy a bevándorlási válság során, vagy például a mostani háborús konfliktus kirobbanása óta
folyamatosan mindig a kormányzat álláspontjával szemben a globalista politikai elit, a globalista baloldalnak az álláspontját közvetíti és próbálja meg felerősíteni ez a külföldről finanszírozott internetes portál. És akkor térjünk rá arra, hogy mégis mi lehet az oka annak, hogy úgy tűnik, hogy ez a zászlós hajó, mintha süllyedne, és egyre inkább úgy tűnik, hogy már nem annyira számítanak rá ezek a globalista körök. Az elmúlt időszakban a portálnak a látogatottsága, olvasottsága egyre inkább csökkent, és az utóbbi hónapokban az sem volt ritka, hogy még a napi 300-200 ezres látogatottságot, olvasottságot sem érte el ez az internetes portál, de a 10 legolvasottabb internetes portál közé az utóbbi időszakban szinte sohasem került fel a 444.hu, és a gyenge olvasottságot és a kis hatásfokot, tehát azért a kisebb belpolitikai hatásfokot szemmel láthatóan a külföldi donorok is érzékelték, ezért már 2021-ben átköltözött a 444.hu-ról a telex.hu-ra a Direct 36 nevű, szintén külföldi pénzen működő, magát oknyomozónak nevező internetes portál, internetes felület. És ennek azért van nagy jelentősége, mert a Direct 36 nevű felületen teszik közzé rendszeresen azokat a különféle lejárató anyagokat, amelyek sok esetben akár az amerikai titkosszolgálattól is származnak, amelyektől a kormány gyengülését és utcai demonstrációk kirobbanását is várják. Tehát vélhetően 2021-ben, tehát évekkel korábban érzékelték a külföldi donorok, hogy ezeket a típusú lejárató anyagokat már ne a 444-en tegyék közzé, hanem sokkal inkább a telex.hu-n, ami egy nagyobb eléréssel rendelkező internetes portál, tehát hogyha nagyobb hatásfokot akarnak elérni ezekkel a cikkekkel, akkor azt már máshol teszik közzé. És erre jön rá a belső konfliktus, tehát a gyenge olvasottságot és a csökkenő befolyást az utóbbi időszakban a belső konfliktusok és a nézeteltérések tetézték a 444.hu-nál. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy már belső vizsgálat is indult a lapnál, hiszen a munkavállalóknak egy csoportja szerint az egyik középvezető, idézem, toxikusan zaklató magatartást folytatott, és ezt követően az elmúlt pár napban sorozatos felmondások is bekövetkeztek a lapnál. A legutóbbi felmondó például Magyari Péter volt, aki az egyik legmeghatározóbb munkatársa volt az internetes portálnak. És a kiszivárgó és hozzám eljutott információk szerint az alapkonfliktus a portálhoz nemrég érkezett fiatal munkavállalók eredményezték, tehát ők voltak a konfliktus forrásai, akik ezt a woke ideológiát megszállottként vallják, és komoly konfliktusba keveredtek a korábbi munkavállalókkal, és a légkör a munkahelyen, a 444.hu-nál mérgezővé vált, és egyre többen fontolgatják a felmondást, a távozást, hiszen ezek az új liberális woke ideológia által megszállott munkatársak nagyon komoly konfliktust eredményeztek a régi munkatársak között. Tehát erre lehet mondani, hogy saját maguknak nevelték ki ezt az új generációt, és most a saját bőrükön tapasztalják azt meg, hogy nem nagyon tudnak ezekkel a kollégákkal, ezek az új kollégákkal együttműködni. Zárásként egy kicsit lehet arról is beszélni, hogy a baliberális pártok mellett ugye összefoglalva látszódik az, hogy már az őket támogató, külföldről finanszírozott sajtótermékek is egyre mélyülőbb válságot mutatnak, egyre mélyülő válságban vannak, és ezzel összefüggésben állhat az, hogy ezek az újságírók ugye már gyakorlatilag már egy évtizeden dolgoznak a kormányváltásért, tehát politikai aktivistaként jelennek meg a nyilvánosságban, fontosan azon dolgoznak, azon ügyködnek, hogy gyengüljön a jobboldali, konzervatív keresztény értékeken álló kormányzat. Ugyanakkor nem ezt látják, hanem épp azt látják, hogy fontosan erősödik, tehát választásról választásra erősödik a jobboldal Magyarországon. Értelemszerűen ezek a sajtómunkások, valójában politikai aktivisták egyre kiábrándultabbak, egyre fásultabbak, egyre elkeseredettebbek, és ez is érzékelhető azon, hogy a 444.hu ilyen zuhanáson, ilyen belső válságon, konfliktuson megy keresztül.
És hát a további süllyedése várható egyébként ennek az internetes portálnak, ugyanakkor például a terex.hu, ugye, amely a másik külföldről finanszírozott nagy globális baloldalt megtestesítő internetes portál, hiszen az Origo, az Index, vagy például a 24.hu messze olvasottabb internetes portálnak számít, a Telex sem nagyon szokott bejutni a top 10 legolvasottabb internetes portálok közé, tehát hiába váltottak most felületet, hiába látjuk azt, hogy most egy új reménység van a bal liberális oldalon, úgy tűnik, hogy jelen pillanatban még ez sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ebben a videóelemzésben tehát összefoglaltam nagyjából azt, hogy mit láthatunk a dollár médiánál, a külföldről finanszírozott sajtótermékeknél, különösképpen a 444.hu-nál, ahol a saját bevallásuk szerint is toxikusan mérgező hangulat van, zaklatási botrány van és fontosan távozó munkatársak. Körbeálltam tehát, hogy nagyjából mi lehet ennek az oka, mi húzódhat meg a háttérben. Én további szép napot kívánok mindenkinek a legfrissebb eseményekről, hírekről. Természetesen tovább is beszámolok a Facebook oldalamon, és ennek a videóelemzésnek az összefoglalója még rövidesen felkerül a 21. század intézetnek az honlapjára, Facebook oldalára. Még egyszer további szép napot!